Szeretnél kitűnni a versenytársak közül? Szeretnél megtanulni a vendég szemével látni, a fejével gondolkodni? Akkor az Értékelés Tuning Podcast neked szól. Duhai Márti az Értékelés Tuning alapítója, TripAdvisor specialista és a pozitív értékelések szakértője konkrét példákon keresztül mutatja meg, hogyan lesz az élményből pozitív értékelés, és hogyan lesznek az ügyfelekből visszatérő vásárlók. Értékelés Tuning, és többé nincs rossz értékelés. Gondolkoztál már azon, hogy miért ismerik el olyan nehezen a szolgáltatók, hogyha hibáztak? Köszöntöm a hallgatókat, Bak Réka vagyok. Beszélgető társam a következő percekben Duhai Márti, az Értékelés Tuning alapítója, TripAdvisor specialista. Az Értékelés Tuning podcast előző részében az ügyfél élmény és kommunikáció témáról hallhattatok. Konkrét példákon keresztül megmutattuk, milyen fontos szerepe van a tájékoztatásnak ügyfél élmény szempontjából is. Az Értékelés Tuning Podcast mai epizódjában lezárjuk az ügyfélélmény témát. Arról beszélgetünk Mártival, hogy miként lehet sikeresen bekérni értékeléseket, kinek a feladata ez. És szóba kerül az is, miként ír véleményt a vendég, hogyha jól érezte magát nálunk, és miként akkor, hogyha nem. Ahogy már megszokhattátok, konkrét példákat, tanulságos történeteket is hozunk, vágjunk is bele! Az ügyfélélmény téma lezárása, az ügyfélélmény szolgáltatás után az, ami még előttünk áll, az Értékelés Tuning Podcastban, ugye az ügyfélélmény előtt, közben ügyfélélmény és kommunikáció, hol csúszhat el akár a kommunikáció, az ügyfélélmény, ezeket már mind végig beszéltük. Duhai Mártival, az Értékelés Tuning alapítójával, TripAdvisor specialistával, szervusz meg! Szia Réka, én is köszöntelek! Bak Réka vagyok, köszöntjük a hallgatókat, és akkor nézzük ezt, hogy ügyfél élmény szolgáltatás után miért kell nekem a szolgáltatásomat igénybe vevővel még azután is foglalkozni, hogy kiment az ajtón? Hát onnantól kezdve ő már túl van ezen a sztorin. Túl van a sztorin, Márti? Vagy mi történik azután, hogy ő kilépett az ajtón? Benne, a fejében, az én szolgáltatásomra hogy hathat vissza az, hogy ő hogy lépett ki azon a bizonyos ajtón? Nagyon zsebbenyúlós történet tud lenni, ugyanis, hogyha egy pozitív élménnyel távozott az a bizonyos vendég, vevő, ügyfél, bárhogy is hívjuk, bármilyen szektorban, akkor tulajdonképpen arra ösztökélhetjük, hogy magától is visszatérjen hozzánk. Amivel viszont tudjuk kicsit így búsztolni azt az ő kedvét, hogy még jobban szeressen hozzánk visszatérni, az pedig különböző félefajta marketing eszközök bevetésével lehetséges. Hát például, hogyha tudom az e-mail címét, akkor utána tudok nyúlni, hogy remélem tetszett a szolgáltatásunk, és máskor is vendégül láthatunk. Megköszönjük, hogyha adsz egy értékelést arról, hogy milyen élményeid voltak, nem? Vagy pedig akár szintén, hogyha megvan az e-mail címe, akkor hírlevet tudunk küldeni neki azokról, az eseményekről, például, amik nálunk zajlanak. Most ez lehet egy kis kávézó, lehet egy szálloda, lehet egy múzeum, lehet egy bármilyen szolgáltatás tulajdonképpen a turisztikai szektoron kívül is természetesen. Mert hogyha egyszer elégedett voltam egy szolgáltatással, akkor sokkal egyszerűbb ehhez az élményhez visszanyúlnom vendégként vagy ügyfélként, és nem újra keresgélni, hogy na jó, akkor bementem egy pékségbe, ez végül is jó volt, de most akkor bemegyek egy másik pékségbe, vagy harmadik pékségbe, negyedik pékségbe, hanem ha nekem tetszett az X pékség, az ott adott szolgáltatás, a PKR, meg a kollégák is rendesen kiszolgáltak, és tényleg mindennel elégedett voltam, akkor én már azt a fajta pékséget fogom keresni máshol is, hogy mikor fogom tudni újra reprodukálni azt az élményt, amit én kaptam abban a pékségben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy utána nyújjunk a vendégnek, utána nyújjunk az ügyfelünknek, mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem tudjuk megfogalmaztatni vele, hogy neked igenis jó élményed volt, mert ha belegondolsz, amikor fáj a fejed, és dolgoznod kellene, arra koncentrálsz, hogy Úristen, minél gyorsabban elmúljon, és visszatérhess az eredeti életedhez. Viszont, hogyha beleszeret egy gyógyszerre, akkor ugye ez meg tudja adni. És onnantól kezdve, belegondolsz, beveted a gyógyszert, 10-20 perc múlva elkezd hatni esetben, és egyszerűen csak azt veszed észre, hogy újra fog az anya, megint el tudok kezdeni dolgozni. Nem kezdesz el utákat szenvedni arról, ez a csodálatos gyógyszercég, aki kitalálta ezt a gyógyszert, és elmulasztotta a fejfájásodat, egyszerűen csak megszűnt a fájdalom, visszatértél az eredeti kerékvágásba, és boldog vagy ettől, és megy tovább az életed. Kvázi elfelejted azt, hogy milyen jót tetsz neked az a gyógyszerték, az a pékáró vagy a pékség,
az a webáruház, az a bármilyen más szolgáltató. És pontos, hogy emiatt nagyon-nagyon fontos az, hogy emlékeztessük a vendégeinket, az ügyfeleinket arról, hogy mit kaptak nálunk, hogy ezzel most megoldódott a bizonyos problémája, akár egy karácsonyi bevásárlás, éjség, fejfájás, pálvi. És innentől kezdve rá kell, ahogy jöjjenek az ügyfeleink, hogy tényleg ez tényleg tök jó volt. És hogy ezt megéri, hogy erről beszéljek. Vagy pedig belerakom a fejembe, és újra és újra és újra őket fogom választani, ami azt jelenti, hogy neki már nem kell reklámra költenie, neki már nem kell arra költenie, hogy folyamatosan valahogy előtérben legyen. Az én emlékem, az én pozitív élményem arra fog sarkalni, hogy ezt a szolgáltatást újra és újra keressem, és én keressem, mint ügyfél, és újra és újra igénybe akarjon menni. Most itt több dolog is eszembe jutott annak kapcsán, hogy hallgattalak téged. A végén azt mondod, hogy pozitív élmény kapcsán. Na de mi van, ha nem pozitív az élmény? Akkor mit szólok ahhoz, hogy engem itt utólag megkeresnek és utána nyúlnak, vagy egyáltalában ezt hogy éli meg az, aki utána nyúlnak, hogy én kijöttem, igénybe vettem azt a szolgáltatást, én csak azért a szolgáltatásért mentem be, hogy megegyem azt a kiflit, hogy wellness-eljek egy jót, engem tessék meg utána békén hagyni, ne kérdezgessék már azt, hogy éreztem jól, jól éreztem magam, de nem kell megkérdezni, nekem erre nincs időm, nincs kedvem nyomogatni, kattintgatni, hogy 5 csillag, meg még írjak is hozzá, csodába hagyjanak ezzel engem békén. Mert hogy nem biztos, hogy minden egyes szolgáltatás után nekem erre lesz időm és lesz energiám. Hogy fogadják a véleménybekéréseket, vagy a visszajelzés, az értékelésbekéréseket azok, akik utána nyúlnak? Egyrészt ugye rejtett, mert hogyha nem személyesen kérik be, akkor nyilván azért nem nagyon lehet látni a digitális világon belül. Számok van. Ez kimutatható, hogy hány bekérésből mennyi jön is be ténylegesen? Tehát, hogy mennyire érzik ezt tehernek azok, akik a szolgáltatást igénybe vették? Hogy utólag visszajelzést adjanak arról? Ez platform függő egyébként, illetve bekérési módszer függő, ilyen 3-4%-tól akár 50%-ig bezárólag is lehet. Mit tudod, hogy 50%-ot elér? Hát ez remek, ügyfelélményt tudjuk mondani. És valószínű olyan jellegű szolgáltatás van, ami vagy nagyon egyedi, önmagában véve is, vagy pedig a versenytársai közül annyira kilóg, hogy nem lehetne elmondani a véleményedet róla. Illetve az is nagyon fontos, hogy hogyan szólítom meg. Tehát, hogyha például megvan az e-mail címe, mert e-mail keresztül foglalt, és mondjuk utána nyúlok, nem mindegy, hogy egy olyan e-mail nyúlok vissza hozzá, hogy kedves vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk, és boldogan vennénk, hogyha értékelni szolgáltatásunkat. Vagy pedig, hogyha mondjuk ott voltál egy élmény programon, na, milyen volt? Összejöttetek végül? Nem tudom. Tehát, hogy ilyen, mint olyan randi program, úgyhogy nagyon specifikusan megvan határozva. Na, összejöttetek? Jó volt? Jól éreztétek magatokat? Tehát akár ennyire durván személyre is lehet szabni a visszajelzés kérést. Nyilván ez sokkal egyszerűbb, hogyha olyan csomagjaink vannak, amiket ilyen szempontból le lehet követni. És hogyha én úgy érzem, hogy ez megszólított, akkor azt mondom, hogy és ténylegesen pozitív volt a kimenetele akár milyen szempontból, akkor igenis fogok írni, és akkor jön be az 50%. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan kérem be. A személyesnél pedig, nyilván ott azért megkapják a feedbacket a kollégák, a személyes bekérés az egyik legnagyobb hús az ilyen offline szolgáltatások szempontjából, illetve az ott dolgozó kollégák részéről. Én pontosan ezért is tanítom azt, hogy hogyan kérjük be értékelést, mert ha látom egy vendégen, egy ügyfélen, egy páciensen, hogy ő elégedett volt, akkor egyszerűen akkor az interest kihagyni, hogy nem kérdezem meg, hogy minden rendben volt, akkor legyen kedves, itt értékeljen minket. Akár egy olyan egyszerűsített módon ma már kaphatok NFC kártyát, vagy egy QR kód segítségével, amit azonnal be tud olvasni, és már rögtön ott jelenik meg, hogy csak a csillagot meg tudja adni, már nagyon jó nekünk, és akkor már onnan is tudjuk, hogy oké, ez így rendben volt. És nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy milyen hangulata van az adott ügyfélnek. Tehát, hogyha látom, hogy rohan, vagy nem tudom, nem lehet előírni a kollégáknak, hogy minden áron bekért, mert abból csak negatív lesz, tehát visszaüthet nagyon gyorsan, viszont aki boltban dolgozik, aki emberekkel dolgozik, azoknak azért valamilyen szinten azért ezt érzékelniük kell azért akár 2-3 hét után, hogy kik azok, akikhez hozzá lehet szólni, kik azok, akiktől be lehet kérni, kik azok, akiktől viszont abszolút nem érdemes, mert vagy rohan, vagy nagyon bufult, vagy nagyon magába zárkózott, vagy
nincs jó kedve, vagy éppen egy üvöltözős telefonbeszélgetésből jött be, szóval ezt azért így lehet érzékelni. És hogyha nem személyes, tehát mondjuk egy nagyobb szolgáltatás, amire már ezt említettem, hogy az özönlenekből az emberek meg ki is, ugye, ő bemegy, valahogy érezte magát, és az a megy, majd kap egy e-mailt, és kérik, hogy jelezzen vissza, hogy hogy érezte magát a szolgáltatás során, és nem volt. Le volt törve a csempe, piszkos volt a medence, nem volt megfelelő a zuhanyban, a hőmérséklete a zuhanyvíznek, bármi baja lehet, megkérik tőle. Szívesebben provokatunk, vagy írunk negatív véleményt, vagy már tudunk a pozitív élményeinek is hangot adni. Mi a tapasztalat, vagy hogy éri meg az, akitől élmény visszajelzést kérnek, és nem tetszett neki a szolgáltatás. Örül, hogy megkérdezik, és na most akkor jól elmondhatom. Ha nem tetszett neki, és nem kérdezik meg, akkor reakcióból azonnal beéri az egy csillagot. Ezt ellentőt egy rosszabb vagy jó esetben ki is fejti. Én azt gondolom, hogy jó esetben kifejti. Tudom ugye, hogy mi a gondja, és akkor azon tudok akár változtatni, hogy már korábban beszéltük, hogy azért is jó esetleg az értékelés, még ha negatív is, mert az egy rögtön visszajelzés, hogy a célközönségünk számára milyen igények vannak. Pontosan. Akkor tudunk rajta dolgozni. Így van, így van. És a másik pedig az, hogy le van írva. És onnantól kezdve, hogy feketén-fehéren ott van, én feketén-fehéren tudok reagálni rá. Nyilván az, hogy hogyan reagálok rá, azért megint egy külön két-három podcast adást ér meg, de erről is lesz szó természetesen. Viszont sokszor jobb, hogyha le van írva, mert akkor azok, akik olvassák, meg tudják állapítani, hogy ők tudnak-e azonosulni az a negatív dologgal, amit mások negatívként éltek meg. Úgyhogy én eleve nem szeretek forró vízbe zuhanyozni, és tök jól esik, hogyha mondjuk egy langyos vízzel lezuhanyozom magamat, akkor nyilván ez nekem semmilyen szinten nem fog a negatív információt hordozni, hogy nem volt forró a zuhanyvíz. És így az emberek el tudják dönteni azt, hogy számukra ez releváns-e vagy sem. Emellett pedig én, mint szolgáltató, be tudom mutatni az ügyfelközpontoságommal, meg tudom mutatni azt, hogy hogyan reagálok akkor, hogyha bármilyen kritika ér, vagy bármilyen hozzászólást kapok, és fel tudom ajánlani azt, hogy oké, ez egy fejlesztendő területként vettük fel, és ezen fogunk dolgozni, hogy ez megoldódjon, vagy hogy nem legyen ennyire probléma, hogy másokat is meg tudunk kérdezni, hogy melyik számukra preferált, mi számukra preferált ebben a témában. Tehát ez, hogyha nem kérjük be, akkor ugye ez lett a reakció, ha bekérjük. Akkor viszont nyilván van ott ideje ellen lamentálni azon, hogy mégis megírja vagy sem. Általában a nagyon szélsőséges véleményeket írjuk meg. Tehát, hogyha nagyon jó, vagy nagyon-nagyon rossz élményem volt. A köztes az olyan, hogy következő. Ugye ez az, amit mondom, hogyha minden helyben kéri, akkor egész nap jön véleményeket és értékeléseket alkotok, és nem dolgozom. Így van, de hogyha azok a kiváló ügyféleményt szolgáltató helyekbe kérik, akkor viszont ki fog tűnni az, hogy neki ez a kérése is, mivel hogy már kaptam egy olyan szolgáltatást, ami ilyen wow volt, és bármikor szívesen ajánlom, akár nyilvánosan is őket, akkor amitől kezdve ez nem lesz probléma. És mondom, azért ez feltornázható ilyen 45-50%-os visszajelzési arányra. A kikéri be az ügyfélélmény után a véleményeket, ez egy nagyon fontos kérdés, és említetted, hogy személyes szolgáltatás kapcsán, ugye pultban dolgozik, vagy felszolgáló, rendben van. De azért ez nem ennyire egyértelmű. Adott cég nagyságát is figyelembe véve, mondjuk én voltam olyan étteremben, ahol egy asztalra le volt matricázva, hogyha tetszett önöknek, jól érezték magukat, itt és így értékeljenek bennünket, de voltam olyan magánegészségügyi intézetben, ahol a recepciós hölgy, amikor mentem, kiszólt utánam, és hogy egyébként a recept, akkor értékeljen minket. Szóval én személyesen is nagyon sok bekérést tapasztaltam már meg, és ugye ott van az a mód, amit te is említettél, hogy e-mailben utánam nyúlnak. Melyik működik a legjobban? Mi a leghatékonyabb? Van egyáltalán ilyesmi rangsor, és ez mind múlik üzlet nagyságán, a szolgáltatás típusán, hogy melyik működik jobban? Sokszor az üzlet típusán is múlik, nagyon sokszor múlik a tulajdonos hozzáállásán, és legfőképpen talán a kollégákat emelném ki. Főleg, hogyha mondjuk egy nagyon gyors forgalmú helyen vagyunk, tehát akár egy gyors büfében, vagy bárhol, egyszerűen nincs idő rá. És meg akkor... kell pékségnél sorban állva, de abszolút lé. És... Igen, hogy kedves már. Tehát, hogy így mindenki az, hogy jó, én innen elmentem. Tehát egyértelműen nem. Szituáció függő, napszak függő lehet. Ezt minden esetben nagyon erősen át kell gondolni, és tök sokszor van az, hogy mondjuk engem is felkérnek, hogy értékelés-bekérési stratégiát alakítsunk ki. És hiába van ugyanannak a tulajdonosnak 3-4 üzlete,
ugyanabban a kategóriában hasonló jellegűek, egyszerűen nem lehet standardizálni, mert annyira függ az, hogy akár műszakonként változhat. Hogyha Marika van bent, akkor így kérjük be, hogyha Julika van bent, akkor meg úgy fogjuk bekérni. Tehát, hogyha ez a cél, hogy minél több értékelés beérkezzen, mert felülni szeretnénk, mert azáltal előrébb akarunk kerülni a Google-ben, mert azáltal jó értékelés, átlag értékeléseket szeretnénk, tehát különböző célok lehetnek, akkor onnantól kezdve egyszerűen meg kell néznünk ahhoz, hogy milyen erőforrásaink vannak, és ezt hogyan tudjuk ennek a szolgálatába állítani. Tehát, hogyha tudjuk, hogy Marika elképesztően szuperül csinálja meg a végsüteményeket, pont úgy, pont olyan precízen, ahogy kell, pont akkor álljon fel, soha nem előveszi ki, soha nem csinálja azt, hogy kevesebb ideig keleszti, vagy fagyasztja ki, stb. De ő nem igazán is félközpontú, akkor nyilván az ő munkáját segítenünk kell különböző eszközökkel, azzal, hogy kimaragasztolja a QR-kód, azzal, hogy esetleg a blogra vagy a nyugtára rá van ugye nyomtatva, hogy köszönjük, hogy értékelt, legközelebb akár egy 20%-os kedvezményre jósító kuponnal legyen értékű ez a blog, hogyha felmutatja, tehát hogy ilyeneket is be lehet vetni, és ezzel nagyban megkönnyítjük az ő munkáját. Míg hogyha délután jön a cserfes egyetemista, aki imád emberekkel csicsegni, csacsogni, és imádja ezt az egészet csinálni, akkor onnantól kezdve pedig őt meg lehet kérni arra, hogy figyelj, ha már egyszer úgyis ott vagy és beszélgettek, akkor kérjél már be tőle értékelést. És mivel, hogy ő neki meg lesz ez az attitűdje, meg lesz ez a kisugárzása, biztos, hogy sikert fog elérni. De ez abszolút nem mindegy, hogy kiről beszélünk, hogy milyen helyszínről beszélünk. Lehet, hogy pont mondjuk egy forgalmasabb helyszín, vagy egy kevésbé forgalmas helyszínen levő hasonló típusú üzlet között is teljesen más kell kialakítani. Az is lehet, hogy elkezdjük tesztelni. Tehát, hogy az elején mindenképp tesztelni kell, hogy az, amit először kigondoltunk, meg ahogy rászoktuk az üzletre, hogy az egyáltalán működik-e. Működik-e az a kombináció, hogy oké, van egy QR-kódunk, van egy e-mail bekérésünk, vagy van egy nyereményjátékunk, van egy ilyen visszahívó kuponunk például. Tehát ez egyáltalán működik-e? Mi az, ami működik? Mi az, ami nem működik belőle? Tehát ez egy nagyon rugalmasan alakítható és alakítandó massza, amit úgy kell gyurmáznunk, hogy minden érkeznek az értékelések. És ami ugye nagyon fontos, hogy miért a veszőparipám, ez azért, mert a bizalmat építi, és amit ugye az elején is beszéltünk, hogy egyszerűen ne bontja azokat a kételyeket bennünk, hogy ez valamiért nekem nem lesz jó a szolgáltatás. Szerintem ennél jobban működő marketing eszköz nagyon kevés van manapság, mint az értékelések. Azt mondod, hogy ahány típus, annyiféleképpen reagálnak arra, hogyha mondjuk a tulajdonos megkéri őket, hogy kérjenek be értékelést. Valakinek ez fekszik, valakinek nem fekszik. Nyilván ezen nem lehet változtatni az a beállítottásunkban, habitusunkban. De egyébként ez egy tanulható módszer. Tehát itt vannak mondjuk olyan kulcsmondatok, hogyha valakinek a személyiségéhez a kommunikáció, a kapcsolódás, az ügyfélközpontúság közelebb áll, akkor azért vannak olyan sikermondatok, amiket úgy ügyesen, ha belebújtad egy elköszönésbe, akkor az aztán hozza a pozitív vendég értékelés. Nagyon sokszor az a félreértés a kollégák szempontjából, hogy a tulajdonos azt várja el, hogy 5 csillagos értékelést kérjenek be a vendégektől, az ügyfelektől, a páciensektől. Ez általában nem így van, hogy ezt kérik a tulajdonosok vagy az ügyvezetők, mégis így csapódik le. Nyilván egy alkalmazott szempontjából az a legjobb, hogyha az ő munkájára vagy az ő által képviselt üzlet az 5 csillagos értékeléseket kap. Viszont előfordulhat az, hogy nem. Ezt viszont a tulajdonosnak a felelőssége az, hogy tisztelze az, hogy nem 5 csillagos értékelést kérek, hanem azon mondat hangozzon el, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményére, és hogy legyen kedves megérni nekünk a véleményét. Adjon nekünk visszajelzést ezen is ezen a felületen. Tehát, hogy ezek azok a mondatok, amik gyakorlatilag a vendégből, páciensből sem váltanak ki ellenérzést, hiszen nem gondolkodik el rajta, hogy na ez vajon nekem ötös volt, hanem egyszerűen azt mondja, a véleményemet kérik, szuper, hármas, megírom, hogy ezért, nem azért, és így ennyi. És ezzel szerintem nincsen semmi probléma. Akkor, hogyha ez az a bekérő, tehát az alkalmazottak és a tulajdonosok ügyvezetők között jól le van kommunikálva, semmilyen szankció nem lesz akkor, hogyha esetleg negatív értékelést kapunk, azt mindig ki fogjuk elemezni, megnézzük, hogy hogyan, mi volt a háttere, hogyan tudunk reagálni, stb. Stb. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a félelmet le kell bontani a kollégákban,
hogy itt szankciók lesznek mindenáron, és a másik az, hogy az utat meg kell adni az ügyfél felé, hogy ő azt ír, amit akar, és nem határoljuk be, hogy legalább 5-ös, vagy legalább 4-es. És ez fontos, ahogy mondtad, megjelölni, hogy melyik az a felület, hogyha mondjuk szóban történik ugye ez a bekérés, mert nyilván ha kapok egy e-mailt, akkor jó esetben oda belinkelnek valamit, de ha szóban történik, akkor célirányosan terelem arra, hogy itt. Igen, és erre való az a QR kód is, vagy az NFC kód is, hogy ez nagyon-nagyon kötőékeny tudja lenni. Azt mondod, hogy sok esetben itt azért is jó, ha a véleménybekérés történik, mert az, aki a szolgáltatást igénybe vette, a saját magában is megerősíti azt az érzést, hogy ez jó volt, és majd visszamegy. De hogy tudom azt elérni, hogy ne csak benne legyen ez egy erősebb érzés, hanem mondjuk akár egy olyan jó megfogalmazást kapjak tőle, hogy nem csak ő fog visszajönni, hanem hogy ezt ismerősi körbe is terjeszte ezt az igényt, hogy ez egy olyan csoda hely, hogy legközelebb is ide megy. Kávézni meg, süteményt venni. Ez akkor fordul elő, kivétel nélkül, hogyha az összes többi hozzánk hasonló helyhez képest valami olyan extrát adunk, ami kiváltja ezt a wow élményt. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, bőven elég egy icipici gesztus is, nem kell csiniókra gondolni, meg a nagy beruházásokra gondolni, hanem kifejezetten egy konkurencia kutatással akár le lehet szűrni azt, hogy mi az, amit mindenki más csinál, esetleg mi az az extra, amit adnak, és mi az, amit senki nem, csak mi. Tehát, hogy akkor ott van a kis nincs, ott van a kis rés, ahol van, mi be tudunk furakodni, és ami nagyon alap, attól függetlenül, hogy ezen gondolkodunk, ugye erről már beszéltünk, hogy a teljes folyamatnak magának, az alapszolgáltatásnak tökéletesen rendbe kell lennie, és oda húzom fel a pluszt, hiszen hogyha nincsen az alapszolgáltatás rendben, és igaziból kapok egy csokit még a végén, hát tök jó, de az inkább negatívba megy át, hogy tudod, mit csinálja a csokit. És miért nem tudta egy normális szolgáltatást adni? Tehát, hogy rettenetesen fontos ennek a sorrendje. Szuper szolgáltatás, és azt tudom még tovább pusztolni. Na ez egy nagyon fontos dolog, a szuper szolgáltatás, és akkor itt jön be egy történet, mert hogy ugye ez a podcast arról szól, hogy valós sztorikon keresztül mutatjuk meg azokat az elméleteket, amikkel te próbálod az üzletvezetőket, tulajdonosokat segíteni. Nyár végén bementünk egy fagyizóba. Gondoltuk, hogy leülünk, elnyalogatjuk azt a pár gombócot, amit kaptunk, és úgy volt ennek a fagyizónak a frontja kialakítva, hogy egy ilyen nagy üvegablak mögött láttuk egyébként a kiszolgálást, mi pedig a teraszon ültünk. És én, ahogy eszegettem a fagyit, betekintettem ezen az üvegablakon keresztül, pont nem volt vendég a térben, és azt láttam, hogy a fagylaltott porciózó hölgy egy fém kiskanállal beevett az egyik fagyisbötönbe. Nem tudom ennek a szakkifejezését, fagyisbötönbe. Mondtam, jó, valamiért belekóstolt. Na de most jön a csavar, ugyanezzel a kiskanállal, tehát ott már így bekapcsolt az agyom, hogy mostantól figyelek, ugyanezzel a kiskanállal, amiről lenyalta a fagylaltot, egy másik ízű fagyisbötönbe. Beletette a kiskanalat és lenyolta. Ez az a fagyisbödön, amiből a vendégeket szolgáltak ki. Majd ezt is megette egy harmadikba, és így tovább, amíg egyszer csak bejött egy vendég, gyorsan elmúlt a kiskanalat és kiszolgálta. Azonból a fagyisbödönökből, amiből előtte jó ízűen falatozott. És én így fogtam a fagylaltomat, és most azon gondolkoztam, hogy én ezt egyáltalán megegyem-e, meg a kislányomtól elvegyem-e és kidobjam-e, és hogy magyarázom meg neki, hogy anya most ezt miért dobta ki. Nyilván egyiket sem tettem. De azon is gondolkoztam, hogy ez azért itt nem maradhat. Szóval, hogy itt élelmiszerről van szó, túl vagyunk egy világjárványon, tehát ne együnk már bele a fagyisbödörbe, amiből mást kiszolgálunk, azzal a kanállal, amit lenyalogatunk. Tehát nem azzal van gond, ha megkóstolja mondjuk egy műanyag kanállal, a fa kanállal, bármi, és kidobja, és utána egy másik tisztával egy következőbe, hanem hogy a lenyalogatott kanállat teszi vissza. És én azon gondolkoztam, hogy ha ezt én most megírom Google-re bárhova, akkor ezt így azonnal bezárják ezt a helyet, mert olyan tisztasági kérdéseket vett föl, hogy nem gondolnám, hogy ez hosszú életű lenne ezután, és ez egy nagyon jól futó hely egyébként. A tulajdonostról olvasva, ő egy nagyon szívét, lelkét az üzletbe beletévő ember, aki már azt kinőtte, hogy ő álljon a pult mögött, és fölvett ugye alkalmazottakat. És én vettem egy nagy levegőt, és írtam az ő közösségi felületükön megadott elérhetőségre, a tulajdonosnak címezve. És döbbenet, sokkot kapott a tulajdonos, hogy ő ezt így nem nagyon hiszi el, és aztán megköszönte, hogy jeleztem, és mondta, hogy azonnal intézkedik, és kárpotlásul fölajánlott 20 gombócba. Itt egy picit gondolkoztam, hogy
mindezen történetek elmesélése után én ezt elfogadjam, mert aztán végül is elfogadtuk. Na, de hogy arra akarok kiukadni, hogy mi történik akkor, hogyha ez a bizonyos alapszolgáltatás nincs rendben, én ezt utólag tudom eljavítani. Tehát például, mint ahogy itt egy 20 gombóc vagy kompenzálásával, sikerül-e azt a foltot betapasztani, visszamegyek-e én oda, ahol egyszer már rosszat tapasztaltam. Vagy ez már elültet egy olyan magot, hogy jó, oké, rendben van, ez így alakult, és soha többet. Mika, visszakérdezek. Mennyire bántad meg ez, visszamentek el ide. De most tényleg komolyan, őszintén. Mi boldog nagyon magammal. Most nagyon őszintén mondom én is, mert ez egy nagyon, ahogy mondom, népszerű hely, rengetegen járnak ide. És ilyenkor azon is gondolkozom, hogy ha ők ezt tudnák, akkor mi van? Miközben azt is hozzáteszem, hogy a tulajdonos lelkiismeretessége az tényleg köztudott. Nyilván abban is van felelősség, hogy kit választ munkatársként, de nem lehet ott mindig. De azért, mert az ő cégében valaki nem jól kapta meg esetleg, vagy nem jól értelmezte a megkapott információt, mert hogy ezt elismerte egyébként a tulajdonos, hogy meg van engedve az alkalmazottaknak, munkavállalóknak, hogy kóstolják a fagylaltot, de szigorúan külön mindeniket egy tiszta kanállal, ami utána eldobandó. Tehát, hogy nem ezzel van gond, és én is leírtam, hogy belekóstol, hanem azzal, hogy a legyarogatott kanállal kóstol bele abba a fagylaltba. Szóval nekem ilyen nagy vívódás, de inkább hajlok egy picit a nem felé. Azért, mert hogy ez egy olyan szolgáltatásbeli defekt, amit azt gondolom, hogy ha élelmiszerről van szó, akkor egy adott hely nem engedhet meg magának. Én nekem van olyan cukrászda, ahova azóta nem tudok belépni, és ez teljesen a cukrászdának nem hibája, nem tettek róla, persze hát egyszer egy alap. És szegényem ott próbált kijutni, és verkődött. És így röpült mindenhova. Tehát a sütispult tetejére, a fagyispult mögé, akkor a kávégépre rászállt, és így végig pörgettem magamban, hogy Budapesten hol mindenhol száll végig egy galamb, és akkor az ott mit verdes le a lábáról, meg a szárnyáról, meg a hasáról, meg mindenről, és mondom, tehát ez azzal is megtörténhet, azzal a szolgáltatóval, ahol én ezt nem látom, és oda bemegyek, de ezt pont láttam, és például ebbe a cukrászdába azóta nem megyek be. Uh-huh. Tehát nekem ez ilyen nagyon erős, de most ez az én személyes. Ez olyan, mint amikor meglátod a BKV-n, hogy kiült előtted, akkor nem fogsz leülni, és kb. Soha többé nem fogsz BKV-n leülni. Tehát, hogy így ezek az élmények abszolút nagyon-nagyon meghatározók egyértelműen. Nem biztos, hogy a szolgáltatónak a hibája 100%-ig, de hát sajnos ezek elkerülhetetlenek. Mindenesetre tök korrekt szerintem, hogy privát írt el a tulajdonosnak. Neki privát kellett írjak, vagy ez, ha több vásárlót nézem, hogy feléjük vagyok tisztességes és korrekt, akkor kérlek a Google-re. És azt mondom, hogy gyerekek, nézzétek, ez az a fagyizó, ahol egyébként belegyalogatnak a munkavállalók a bödön. Tehát, hogy én nekem például kifelé kellett volna korrektnek lennem. Azon az állásponton vagyok, hogyha már többször voltatok ott is, nem volt probléma, meg voltatok elégedve, akkor én azt gondolom, hogy ez a korrekt hozzáállás. Hogyha mondjuk először belépsz, és tökretek minden, tényleg így látszik, hogy gazdátlan a hely, nem érdekli az alkalmazottat, hogy most az a ókáról le legyen szedve a vendégtérből, meg úgy egyáltalán ott van és csak vakarózik. Tehát egy kifejezetten elsőre és negatív élmények van, és azt mondom, na, itt soha többé nem menjünk be, az általában az a rögtön az a negatív értékelés, mert igazi pontos rögtön is lehet jelezni ezt a tulajdonos felértékelés szempontjából, és hát valószínű, hogyha még azon a napon másik cukrászdában mondjuk akkor vagy fagyizóban maradjunk ennél a példánál, egy ilyen jellegű negatív élménnyel találkozol, tehát hogy ez a nem törődömséggel, meg a nem érdekli a vendégek, akkor valószínűleg ott még több száz emberbe fog térni a gyerekeivel, a szeretteivel, majd csak saját maga is, hogy felfrissüljön a fagyi által, és hogy nyilván ott érdemes azért őket tájékoztatni. Itt viszont én azt is gondolom, hogy ez így korrekt volt, mert többször volt, ha jól tudom, pozitív élményetek velük, és hogy ez inkább ilyen döbbenet volt, amit nyilván egy intézkedéssel már megpróbált kiküszöbölni a tulajdonos, hogy külön tálkával feldobható kanállal lehet kóstolni. Viszont hát ezt az alkalmazott mutatottak. Tehát ez nem egy olyan hiba, amire egyértelműen rámondható, hogy full stresszienságból, vagy full nem törődömségből történt, hanem egyszerűen egy egyszerű esetről van szó. Reméljük, igen, reméljük, hogy ezért, de innentől kezdve viszont a tulajdonos meg sokkal jobban erre figyelni, és igazából szerintem ő is hálás volt ezért. És ilyenkor kell valamit felajánlani, ahogy például ő tette ezt a 20 gombóc, vagy itt, vagy elég az, hogyha
azt mondjuk, hogy teljes döbbenet, én se tudtam róla, nagyon szépen köszönöm, hogy jelezte, privát jelezte, intézkedni fogok. És akkor innentől kezdve ugyanúgy van az, aki a szolgáltatást igénybe vette, hogy jó, legalább a problémát orvosolják, vagy kell egy kis fájdalom sem tapasztalni. Hát ezért sem tapasztalnak ilyenkor, benne a privátnál. Tehát, hogy ha valaki veszi a fáradtságot is, tényleg a mai világban ez már mondhatjuk így, hogy veszi a fáradtságot, és megírja, és elmondja, és diskurzusba kerül a tulajdonosra, tehát odáig megy, hogy kikeresi az e-mailt, aminek írni személyesen a tulajdonosra, stb. Tehát, hogy ezek már olyan extra lefektetett energia, amit azért mindenképpen kezelni kell. És nem azért, hogy nyalizom, hogy puncsoljon annak a vendégnek, vagy annak az ügyfélnek, vagy hogy minden áron Isten befogassa a száját ezzel, meg hogy nehogy elmondja senkinek se, hanem egyszerűen ez is egy hozzáállás, tehát hogy ezt nem is gondolta végig, hogy na, hogyha én adok most 15 vagy 20 gombócot adjak neki, mert hogyha 15-öt, akkor lehet, hogy megírja mégis, de 20 gombócot, tehát nem, tehát benne van ez a nagy valóság valószínű alapból a tulajdonosban, és akkor ezt így ténylegesen így érdemes szabadjára engedni, nyugodtan, tehát hogy akiben benne van, az úgy csak tudja visszatartani, de ilyen esetekben abszolút. Az már egy nagyon visszás tud lenni, viszont, hogyha érkeznek negatív értékelések, és akkor mit tudom, hogy mondjuk, hogy jaj, keresse fel ügyfélszolgálatunkat, és akkor 10%-ot adunk meg, hogy akkor ingyen kell, ingyen, sőt, ingyen, nem tudom én micsoda. Tehát valami felajánlunk azért, hogy kárpótoljunk nyilvánosan. Na, hát ez gyönyörűen vissza szokott sülni, gyönyörűen, ó, hihetetlen. Tehát ott már jönnek azok, hogy akkor már tafkésbe írunk egy csillagot, hogy nekünk is adjanak kedvezmény. Hát ez egy óriási életi cucum, amit tud kiváltani. Ezen azért nagyon óvatosan kell bánni, hogy mit írunk vissza, hogy hogyan kompenzáljuk a vendéget vagy az ügyfelet. Az egy ilyen köztes megoldást tud lenni, hogyha azt írjuk vissza, hogy ahhoz, hogy ki tudjuk vizsgálni az ügyet, legyen szíves írjon erre az e-mail címre, és onnantól kezdve pedig megkapja azt a bánáskódot, amire alapból vágyott, ott már e-mailben akár fel lehet ajánlani, de az, hogy egy nyilvános értékelésre érkezett nyilvános válaszban bármilyen kedvezményt nyilvánosan megígérjük, hogy megkapja, a ne adj Isteni, olyat is láttam, kuponkódot odaírtak. Na, az nagyon kerülendő. Ügyfélélmény szolgáltatás után a mai podcast témája, és ahhoz képest, hogy szolgáltatás után vagyunk, mert jó sokat beszéltünk róla, mert ezzel igenis kell foglalkozni. Sok-sok ágát érintettük, hogy ezt a sok mindent meg kéne tenni azért, hogy aztán megkapjuk ezeket az értékeléseket, beérkezzenek ezek az értékelések. Ehhez képest mit tapasztalt? Foglalkoznak ezzel a szolgáltatók, hogy mi történik a kedves vendéggel és ügyféllel azután, hogy elhagyta a küszöböt. Mert ugye ezt az egészet onnan kezdtük, hogy van egy küszöb, és hogy előtte mi történik, hogy már az is a szolgáltatóhoz tartozik, na és hogy a küszöb után mi történik, most ahogy hallottuk, az is a szolgáltatóhoz tartozik. Ezt ők így realizálják? Foglalkoznak ezzel? Azt veszem észre, hogy ha van valamilyen e-mail elérhetőség, akkor általában annak van egy célja, hogy miért kérjük az e-mailt, és akkor arra már vannak automatizmusok. Ez általában azért működik. De leginkább húsként tekintenek rá, akár a tulajdonosok, vagy az üzletvezetők is, hogy megkérjék az értékeléseket, mert sokszor mi vannak vele, és ezt rengetegszer hallunk. Számítottam rá, hogy még 2023-ban is, de még mindig nagyon sokszor hallom, hogy már ti inkább nem kérjük be az értékeléseket, nem nagyon jó a 4,78 a Google-on, de inkább nem kérjük be, mert mi van akkor, hogyha jönnek és leértékelnek, és akkor lejjebb megyünk. Pont erre mondtam, hogy jól kezeljük, akkor egy negatív értékelés is pozitívá tud átmenni. Hozzáteszem, hogy az, hogy utána nyomunk az emberek után, ez nem csak azt tudja jelenteni, hogy értékelést kérünk be. Hanem például, hogyha már van egy CRM rendszerünk, vagy van egy olyan információnk arról, hogy a magáról az ügyfélről, mikor van a születésnapja. Vagy kiderül, vagy rákérdezünk, és ő megadja. Tehát egészségügyi szolgáltatásnál általában ugye meg kell adni. Mondjuk egy Prezdennel, hogyha úgy van, akkor nyilván ez az elsődleges kérdés, ott meg fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy hello, egyébként meg szoktuk ajándékozni a szülinaposainkat, és hogyha szeretnél te is, akkor mondjuk az e-mail címedet, és magát a szülinapi dátumodat, hogy meg tudjunk ajándékozni. Tehát ez is egyfajta utánnyúlás. Vagy hogyha ott volt, és például küldöm neki egy hosszabb kérdőívet, tehát az is előfordult, hogy nem csak az, hogy légy szívülön is értékelj, és betakjuk a linket, hanem az is előfordulhat, hogy most ténylegesen ráfekszünk arról, mi a vélemény azoknak a vendégeknek, ügyfeleknek, akik jártak nálunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol tudunk fejlődni. Mi az, ami tényleg fejlődni kell, mert egyszerűen nincsen konszenzus például.
nincs konszenzus abban, hogy hűvösen maradjon az olajvíz, vagy legyen melegebb. Például ilyen apró dolgok, és nem tudja az értékelések száma alapján, visszaérkezett értékelések száma alapján eldönteni a vezetőség, akkor azt mondja, hogy oké, most hirdetünk egy olyan lehetőséget, hogy egy 10 kérdéses kérdőívet kiküldünk az ügyfeleinknek, aki arra válaszol, az automatikusan kap egy 10-20-30-attól függ a százalékos pont vagy visszatérő kedvezmény. Tehát ezek mind olyan dolgok, amikkel így egy gesztusként is utána tudunk múlni az embereknek, és arra tudjuk ösztönözni őket, hogy egyrészt valamilyen szinten gondolatban visszatérjenek hozzánk, felidézzék az emlékeiket, és akkor az alapján cselekedjenek. Ez ilyen csúnya szóval befolyásolás nyilván, még csúnyabb szóval manipuláció, de azt gondolom, hogy ennek a szónak abszolút pozitív értelmet is lehet adni, ha pozitívan állunk hozzá. Akár egyébként ilyen telemarketing eszközökkel is utánuk tudunk múlni. Tehát akár telefonon is fel tudjuk hívni őket, hogyha mondanak, van telefonszámunk hozzá. Vagy akár egy posztban meg tudjuk tenni azt, hogy mondjuk egy vendégértékelést kiteszünk, megkomponálva, és azt mondjuk, hogy nézzétek, ilyen véleménnyel vannak a vendégeink rólunk. Ha neked is van vele élményünk, akkor légy értékelj minket a Google-on. És onnantól kezdve ez már tulajdonképpen van nekem élményem, és látom, hogy az X-nek is, akiknek a véleményét kirakta, ilyen volt, akkor sokkal nagyobb kedvel írom, hogy ó, tényleg nekem is. Mert van egy ilyen valahova tartozás érzés, hogy egy elégedett ügyfélkörhöz való tartozás érzés, ami azt jelenti, hogy én is azoknak a táborát erősítem, akik már jártak ott, akik fizettek ezért a szolgáltatásért, akik elégedettek voltak, és most ezért ezt meg is akarom mutatni a világnak. Tehát tudjuk így az emberi agyat egy picit így befolyásolni. Úgyhogy ezt gyönyörűen be lehet időzíteni, hogy minden második héten, mondjuk pénteken legyen egy olyan poszt, ami a vendégértékelés vagy is élményre vonatkozik, vagy visszajelzésre vonatkozik, és akkor innentől kezdve már meggyűjtjük is, anélkül, hogy bárkihez bármit is szóltunk volna direktben. Kényelmetlensége, kellemetlensége, protokollok és minden egyebek által, és így érkeznek az értékelések. Nagyon sok módja van ezen kívül még több. Tehát ez nyilván, ahogy említettem, is nagyon helyfüggő tud lenni, mert van, aminél nagyon sok működik, van, ahol egy működik, de azt aztán nagyon, és van, amikor csak kombináció van. Az Értékelés Tuning Podcast következő részében új vizekre elvezünk. Arról hallhattok majd, miért tűzte zászlajára az Értékelés Tuning Kft. A kedvességet. Üzletileg érvényesíthető ez a szemlélet? UFO-nak nézik a mai világban azt az embert, aki mosolyogva lép be az üzletbe, és úgy köszön el, hogy legyen szép napod. Számít jövő héten is figyelmetekre Duhai Márti, az Értékelés Tuning alapítója, TripAdvisor specialista, és jó magam, Bakréka, szerkesztő műsorvezető. Addig is értékelésekre fel! Szeretnél kitűnni a versenytársak közül? Szeretnél megtanulni a vendég szemével látni, a fejével gondolkodni? Akkor az Értékelés Tuning Podcast neked szól. Duhai Márti, az Értékelés Tuning alapítója, TripAdvisor specialista és a pozitív értékelések szakértője konkrét példákon keresztül mutatja meg, hogyan lesz az élményből pozitív értékelés, és hogyan lesznek az ügyfelekből visszatérő vásárlók. Értékelés Tuning, és többé nincs rossz értékelés.